kulcskérdés számunkra a magyar nyelvű értelmiségnek a megtartása és az utánpótlás biztosítása, az anyanyelvnek és a magyar kultúrának a fennmaradása, valamint mondjuk így a nemzeti tudományosságnak a fejlődése. Az ösztöndíj programnak két alprogramja van, a hallgatói mobilitás ösztöndíj alapprogram és a Kárpát-Perencei felsőoktatási oktatói ösztöndíj alapprogram. A hallgatói mobilitás alapprogramra a következő tanévben összesen 234 millió forintot fordítunk. Ez a teljes Kárpát-Perencei régiót lefedi, és intézményenként változik az összege nyilván a kínálattól függően is, hogy melyek azok a képzések, amelyekre várhatóan komoly jelentkezés lesz. Ez ma 11 bázis intézményt érint. Az oktatói ösztöndíjhoz a államtitkár úr beterjesztette a szükséges törvénymódosítást. Ez azt jelenti, hogyha Magyarországról önöknek oktatóra van szüksége, doktori képzéshez, vagy bármilyen típusú képzéshez, akkor úgy tud vendégprofesszorként, vendégoktatóként bárki magyarországi intézményből a határon kívüli régiókban oktatni, hogy közben meg tudja tartani a magyarországi oktatói státuszát. Ez egy komoly lehetőség arra, hogy könnyebb legyen a, mondjuk így, az oktatói vagy a professzori mobilitás. Úgy tervezzük, hogy 2016. februárjától kb. 25-30 fő kiküldésére kerülhet sor. A létszám az igényeknek megfelelően akár bővülhet is. Ez az igényeken meg a kínálaton múlik, hogy kik hajlandók erre. A program keretében rövid távon mintegy 50, hosszú távon akár 400 egy egész család számára magas életminőséget biztosító szolgálati lakás megvásárlását tűztük célul.